food can help to return for the people. Az ételek megadják az otthonérzetét. Ha valaki belép az étterembe, érezze ugyanazt, mintha otthon lenne, és emlékezzen élete legszebb pillanataira. The best moments from the life. Hi for everybody. My name is Yuri Kovrizhenko. Jó napot. Yuri Kovrizhenkónak hívnak, és a londoni Mria étterem séfje és társtulajdonosa vagyok. Missziónk a háború elől Londonba menekült ukránok segítése. Az ukrán sztárszakács nem tervezte, hogy éttermet nyit Londonban, de amikor 2022. februárjában Oroszország megtámadta a hazáját, társával Olga Civitovszkával épp a városban voltak üzleti úton. Volt két retúrjegyünk, amit aztán nem használtunk fel. Nehéz leírni, hogy mi játszódott le bennünk. Döbbenet, félelem, ijegység és bűntudat. Bűntudatunk van, mert mi biztonságban vagyunk, a családjaink és a barátaink pedig életveszélyben. A háború kitörése után két nagy főző eseményt szerveztek Ukrajna mellett, olyan brit sztárszakácsokkal, mint Jamie Oliver. A bevétel az ukrán menekült segélyezésnek ment. Ekkor fogant az ötlet, hogy az ukrán étterem legyen egyfajta találkozóhely. Szeretnék olyan helyet csinálni, ami úgy működne, mint egy kulturális követség, ahová az emberek elmennek ukrán dalokat hallgatni, ukrán ételeket kóstolni, ahol különféle ukrán csoportok találkoznak. Az ötlet az, hogy mi legyünk a londoni ukránok fő kapcsolattartó helye. Az a filozófiám, hogy megtartom az eredeti ízeket, de változtatok a formán, és új főzési technikákat alkalmazok az ételek elkészítésekor. Például, amikor az ukránok a golubcit látják az étlapon, akkor azt hiszik, hogy töltött káposzta leveleket kapnak, de cukkini virág jön helyette. A konyhában és a pincérek közt is szinte kizárólag Ukrajnából érkezett menekültek dolgoznak. Az étterem koncepciója tetszik a vendégeknek. Az ételek finomak. Londonban sok étterem van, de mindig ugyanazok a nemzeti konyhák. Jó, hogy kipróbálhatok valami újat. Imádom, nagyon finomak az ételek. Szívesen jövök még. Yuri Kovrizhenko és Olga Civitovszka több éttermet is nyitnának Nagy-Britanniában. Kulinária a népek kölcsönös megértéséért.